Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a Pico egyik 2023-as hazai vonatkozású H0 építési nagyságú újdonságát, a Cseh Állami Vasúttársaság 2191-es középszámcsoportú BMZ 235-ös típusú személykocsiját fogom nektek bemutatni. Először pár szó a nagyvasúti járműről. A kocsitípust a Cseh Vasúttársaság 2013-ban vásárolta az ÖBB-től. Az osztrákoknak a Railjetek üzembeállása okán feleslegessé vált számos nemzetközi forgalomra használt kocsia, ezek egy része került ekkor a csehekhez. A vásárolt kocsik között volt a Pico által kiadott 235-ös típusú BMZ is. Ezek a kocsik 1977-ben kezdték pályafutásukat az osztrákoknál, akkor még BMZ 2171 nullás sorozatként, majd az 1990-es évek közepén egy nagyobb felújítási program keretében többek közt végigteli ablakokat, új ajtót, valamint zárt rendszerűvé alakított WC-t kaptak 2002 és 2010 között az ÖBB Upgrade program keretében jelentős felújításon és átfestésen estek át ezek a kocsik. Ezzel együtt 2191-es sorozatba lettek átsorolva. Így érkeztek 2014 folyamán a csehekhez. A kocsik először még az eredeti ÖBB színekben, de már CD feliratokkal álltak forgalomba 2014-ben, majd a következő években fokozatosan megkapták a Nybird színtervet. A kocsikat 2017 és 2019 között a csehek a DPOV járműjavítóban korszerűsítették, ekkor nyerték el ma látható belső kialakításukat is, mely keretében kaptak konnektorokat és USB csatlakozót, megújult a belső terük, kaptak fedélzeti wifi-t, valamint átkerültek a 2191 700-as pályaszámcsoportba. A Pico által modellezett kocsi 2014-ben került a Cseh Államvasúthoz, 2191 059-es pályaszámmal, 2015 év júliusától viseli a Nybird színtervet, és 2018-ban került felújításra, amikor is megkapta jelenlegi pályaszámát. És akkor térjünk rá a modellre. A szokásos Pico Expert dobozban a kocsin kívül egy kis zacskóban találjuk a külön felszerelhető lépcsőket. Más tartozék nincs, a jármű gyakorlatilag készre szerelve érkezik. Már első ránézésre is érezhető, hogy egy nagyon jól eltalált formájú járművel van dolgunk. A főbb méretek jók, pontos a jármű formája. Itt egy teljesen formailag exakt járművel van szerencsére dolgunk, nem csak egy átfestést kapunk, a Pico ugyanis konkrétan ezt a járműtípust modellezte. A kocsit közelebbről megnézve számos apróságot fedezhetünk fel. A tetőn túl sok részlet nincs, oldalt viszont rögtön szemet szúrnak az ablakok. A Pico kocsin helyesen végig teli ablakok vannak, fehér ablakkerettel. Az ablakok sötétítettek, enyhén szürkés színűek, jól imitálják az eredeti kocsi ablakainak foncsorozását. A másik kritikus részlet is jól sikerült, az ajtók a már 2191-es sorozatra jellemző típusúak a kisebb ablakkal. A kocsi oldalán a viszonylatjelző és a kocsi számjelző táblák tamponozással vannak felvívve, a légbeszívó ráncs viszont öntött részlet. A kocsi végek szépen kidolgozottak, itt is stimmelnek a főbb részletek, az átjáró grumi hurka fröccsöntött műanyag, a trepni nem lenyitható. Az ütközők fixek. Sajnos, ahogy más expert modelleknél, úgy itt sem kapunk teljes fűtési lengőkábelt, a kábel csonkolva van, egybeöntve a járműszekrénnyel. A kocsi alatt Fiat forgóvázak találhatóak, ezeket a gyártó nagyon szépen leképezte. Formára, méretre, helyes alkatrészekkel van dolgunk, amiket féktárcsa imitációkkal is ellátott a gyártó. A forgóváznál a gyártó szépen lekövette a sorozatra jellemző kígyózásgátló elhelyezést is. Itt teljes értékűen el van helyezve az alkatrész a forgóvázon, és az alvázbekötés imitációt úgy oldotta meg a Pico, hogy egy kis része a forgóvázzal együtt elforog, míg a másik fele az alvázra van öntve. Ez a megoldás nem akadályozza a forgóváz elfordulását, de mégis a lehető leginkább hű marad az eredeti kialakításhoz. A kocsi alváza is teljesen kidolgozott. Minden a típusra jellemző doboz a megfelelő helyen van, viszont az alkatrészek mind egybe vannak ötve. Itt nincs külön elem vagy részmaradott alkatrész. Ennek ellenére oldalról nézve teljesen korrekt látvány nyújt a kocsi alja.
Egy ponton van azonban eltérés, a gyártó meghagyta a WC kivezető csövét, ez az igazi kocsin a zárt WC kialakításával megszűnt. Szerencsére ez a részlet utólag felhelyezett alkatrész, így igény szerint eltávolíthatjuk. A Pico kocsik festése és feliratozása a kor színvonalának megfelelő minőségű, nincs nyomtatott részlet, a maszkolások nagyon szépek, a festés egyenletes. A feliratok minősége is nagyon jó, minden kis apró részlet gyönyörűen olvasható és éles. A kocsi belseje kidolgozott, azonban viszonylag egyszerű kialakítású. Egy egyszínű kék alapból áll, amiben minden szék és fülkefal bele van öntve, emellé a fülkesor oldalfala külön bézs színű elemként van bepattintva. Nappali üzemmódban az egyszerű belső kialakítás egyáltalán nem látszik, azonban világítás beszerelése után már láthatóvá válik. Aki esti üzemmódban használná a kocsit, annak szerintem érdemes utólag kifesteni a kocsi belsőt. A fülke elválasztó falakat világos barna színűre, a padlót szürkére festve sokat javíthatunk a belső kinézetén. A kocsi rövid kapcsoló kinematikával van ellátva, ami 360 mm sugarú íveken is jól teszi a dolgát. Minden jelenleg kapható rövid kapcsolóval üzembiztosan használható mind tolt, mind húzott üzemmódban. Egyenesben szépen összehúz, ívben pedig kellőképpen eltartja a kocsi végeket. A pályán a jármű szépen és könnyen fut. A féktárcsa imitációk nem akadályozzák a jármű futását. Siklásra még ív ellenív kombinációkon sem hajlamos. A kerekek centrikusak, a kocsi a pályán nem billeg, nem imbolyog. Ez a kocsi egy elég univerzálisan felhasználható jármű. A cseh belföldi viszonylatok mellett számos közép-európai nemzetközi vonatban előfordulhat, a hazai témában mozgók számára talán mégis a Metropolitan Eurocity-ben lehet a leginkább elsütni a járművet. Évjárattól és az éppen aktuális helyzettől függően jellemzően 2 vagy 3 ilyen kocsi szokott a vonatban lenni, akár teljesen ilyen Fiat forgóvázas, akár vegyesen Fiat és SGP forgóvázas típusokból kiállítva. Összességében egy kívülről nagyon meggyőző járművel van szerintem dolgunk. Nekem kifejezetten tetszik ez a típus, és örömteli, hogy évekkel az Acme meglehetősen kis darabszámú és csak szedben kapható kiadásai után végre nagyobb szériában is kapható a jármű, amiből akár ezt a külön kapható kocsit, akár a februárra ígért két kocsis szettet is beszerezheti a típus iránt érdeklődő modellező. A kocsi ára 31 ezer forint körül alakul jelenleg, ami ugyan nem olcsó, viszont cserébe egy teljesen egzakt külsejű, részletes, szép kidolgozású kocsit kapunk, remek futási tulajdonságokkal. Lábjegyzetben megjegyezném, hogy szerintem a későbbiekben a gyártó akár ezen a kocsi szekrénye alapulva SGP forgóvázak alkalmazásával elkészíthetné a BMZ 226-os típust is, illetve még a Gyesev Ráber City kocsijait is, hiszen a Repce vasút kocsijai megegyeznek a csehek BMZ 226-os kocsijaival külsőleg. Nem is beszélve arról, hogy az eredeti ÖBB-s változatokat is kiadhatja a gyártó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!